Szép napot mindenkinek! Ismét elhoztuk Önöknek a Porsche legfrissebb híreit. Íme! Hihetetlen, de már 30 év telt el a Boxster bemutatója óta, ami akkor még koncepcióautóként látott napvilágot. Most a Porsche bemutatja a népszerű Roadster eddigi legerősebb változatát, a vadonatúj Porsche 718 Spyder RS-t, ami ráadásul az első nyitott sportautó, ami megkapja a 911 GT3 motorját. Az új Spyderben pedig nem csak ez szolgálja a hamisítatlan vezetési élményt. Az első és hátsó légterelőknek köszönhetően hatalmas leszorító erő tartja úton az autót. A modern moduláris tető nem csak a napsugaraitól, de az esőtől is megvédi az utasokat. A lenyűgöző, teljesítményorientált dizájn pedig szinte már habatortán. A Porsche nem csak a mindennapi autózásban és a motorsportban elkötelezett, de felelős szereplője a társadalmunknak is. A világhírű Le Mans-i pályán évente megrendezett 24 órás versenyen a vadonatúj Porsche 963 hibrid autók által megtett minden egyes kör után 750 eurót adományoz a Porsche beteg gyerekek megsegítésére a Feri Porsche alapítványon keresztül. Mihály Steiner, a Porsche kutatási és fejlesztési igazgatója így fogalmazott. A Le Mans-i verseny 100. és a Porsche 75. évfordulójának alkalmából szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a szervezetekre, amelyek különösen elkötelezettek a szociális kérdések iránt. Autós kiegészítők, ruházati termékek, különleges dekorációs tárgyak széles választéka várja Önt prémium minőségben a Porsche Shopban. Nyári szezonnyitó leárazásunkban felkészítheti Porsche-ját az élményautózásra, hiszen remek áron szerezhet be autószőnyeget, tetőboxot vagy akkumulátortöltőt kedvenc modelljéhez. Mi a Porsche-nál, amellett, hogy a folyamatos innováción dolgozunk, elkötelezettek vagyunk a tradícióink ápolása mellett is. Éppen ezért szeretettel várjuk Önt és klasszikus modelljét, ha javításra vagy karbantartásra van szüksége, de forduljon hozzánk bizalommal, restaurálást, felújítást érintő kérdésekben is. Porsche Centrum Budapest, az Ön Porsche Klasszik partnere.